Na sziasztok srácok, én Pisti vagyok, és akkor folytattam is a Batman Arkham Asylum végigjátszását, ugye magyar felirattal. Hát először is szeretnék elnézést kérni azoktól a nézőktől, akik ezt a sorozatot várták, illetve a következő részt. Az a helyzet, hogy picit el voltam havazva más játékokkal, illetve a retróval, meg ugye kis magánéleti dolgok is. Hát szegény Batman egy picit a háttérbe szorul, de most itt vagyunk, és akkor most folytatjuk, és akkor most elvileg, ha már Joker megszökött, kaptunk egy figyelmeztetést a Batmobiltól, hogy támadás érte, úgyhogy most azt kell megkeresnünk és megvédeni. Na de akkor menjünk, mert úgy nagyjából tudom, hogy hol helyezkedik el. Harley azt mondta, hogy Batman kocsia mindig a beteg kezelő épület előtt van, vagy parkol. Ja nem, most kapom a figyelmeztetést, de rohadtul rossz felé jövök. I'm outside the Arkham Mansion. Harley Quinn probably triggered the alarm. If she still got Gordon with her, he could get hurt. Aha, tulajdonképpen Gordont követjük. Most bedobja a térképet, annyira tudtam, de úgy tudom, hogy hova kell menni. Tehát nekem nem kell már lassan térkép se. Nyisd az ajtót. Itt például mindenféle segítség nélkül megmondom, hogy fogva tartanak pár embert. Fegyveresek ráadásul. És hátba kell őket támadni. Hát nem fogva tartva, de őket szorították ott sarokba a mentőnél. Tehát nem tévedtem valami húde nagyot. Úgyni. Na. Szóval akkor a Batmobil. Ott is van. Mi lenne, hogyha én fentről támadnék rájuk? Miért emlékeztem úgy, hogy itt van egy trófél? Nézd csak! Jövök! Anyádat, hogy... Bocsánat. Csak a kis mocsok hátulról támadt, és azt nem szeretem. Na. Ja, most kapjuk meg a robbanó zselét, az kell. Mi azt még kell? Hát rögtön 2 perc múlva. Na. Mondjuk ezt érdekesnek találom egyébként a játékban, hogy Batmannek van 66 000 kütyűje. Plusz-minusz 1-2. És ahogy haladunk előre a történetbe, ő tudja, ő egy jövőlátó, tudja, hogy most a robbanózselére majd mindjárt szükségünk lesz. Stb. És így a többi tárgyával is. Batman ez egy rohadt nagy médium. Most arra kell menni. Na, hát figyeljetek. Az ajtó az zárva van, és ott jobbra tőle van egy fal. Az ott. Azt kell majd berobbantani. Életben van Gordon felügyelő. És így Batman előre tudta, hogy a robbanó zselé kell. Jó, hát ez csak ilyen kis észrevétel részemről. Mert ide jönne és azt mondaná, hogy hú, basszus, nem tudok tovább jutni, kéne a robbanó zselé, és akkor vissza kéne menni az autóhoz. Életszerű lenne. Na. Azok ott kalapálnak, de figyeld, annyira benne vannak a munkában. Itt vagyok mellette. És a szeme sarkából nem vesz észre. Annyira benne van a munkában. Jó, hát csinálják a partira a díszítést. Várjál, most elvileg oda kell majd jutnunk. Aha, jó, tudom hova kell menni, úgyhogy most már nem kell a detektív mód.
Csak ezt előbb felveszem. Oda elmegyünk föl, mert megnézzük, hogy itt mi újság van. Semmi újság, ide majd még a kódtörünk kell. Az még nincsen meg. Na szóval. Akkor megyünk tovább a Gordon felügyelő után. Joker. Na most figyeljetek. Nem lehet így ráesni. De hogy nem így, hopp. Anyád, hova támadsz? Jó, ezt bekapjuk. Tarkon rúgattam most sok. Azt hittem, hogy elfogytak, és az az utolsó. Le akartam teríteni, na mindegy, így jártam. Na most, ezen az ajtón kéne bemenni, de én nem megyek be ezen az ajtón, mert vissza ki kell jönni, mert Harley Quinn ott van, így ül a széken, feltett lábakkal, és azt mondja, hogy fucked. Úgyhogy más bejáratot kell keresnünk. Oda még nem tudok átmenni. Szóval itt szétnézek, hogy ilyen trófea van-e, de nincs. Na, előrabban a zselét. Így inni. Nem húzzuk az időt, tehát bemehettem volna ott, de fölösleges. Mert úgyis ide kell feljönnöm. Na. Na, ugyanoda jutok be tulajdonképpen. Csak így van egy kis kerülő. Szedjétek össze az orvosokat, bla bla bla. Hogy jutok oda le? Ja itt, aha. Ez megy a trófeához. Az a trófea az kell nekem, mert ugye az előző részben megígértem, hogy igyekszem a legmagasabb százalékot elérni a játéknak a úgymond a előrehaladási mutatójában. Bár én úgy emlékszem, hogy ezt a játékot annó végigvittem 100%-ra. Eltartott egy ideig, de megcsináltam. Ó, tudom ez melyik rész. Meg kell menteni őket. Ja. Mindjárt megmentjük őket. Figyeld csak. Itt az első áldozat. Hopp. Ha ügyes vagyok, akkor észre se fognak venni, hogy itt vagyok. A francba. De muszáj lesz. Az eddig könnyű. Majd arra lesz nehéz. Ó, tudom már mit fogok csinálni. Ezt figyeljétek. A terv az hibátlan lesz. De hát ide dobunk egy robbanó zselét. De még nem robbantom fel. Azt az embert ott ki fogja ütni elég csúnyán. Meg van itt ez a faszi. Őt is ide berobbantjuk majd. Figyeljetek. Mondjuk jobb lett volna, hogyha
lett volna az a függeszkedés, és akkor lecsapni rá a magasból. De így ennyi. Egyszerre hármat. Nem, nincs már. Mindegyik velem van. Na, most akkor itt szétnézünk, és akkor keressünk olyanokat, mint például itt ez. Igen, erre emlékeztem. Viszont vannak Joker fogak, azokat összetörjük. Így. És az az igazság, hogy ez kellett volna nekem az előbb. Bocsánat. Félrenyeltem. Majd Batman megment. Jó van, nyugodjál meg, mindjárt ott vagyok. És ha oda megyek, akkor is csak azért megyek oda, mert én úgy döntöttem, hogy oda megyek, és nem azért, mert te oda hívtál. Na. Itt vagyok, mit szeretnél? De nem is tudok veled beszélni, hello! One minute we were doing our evening rounds, and the next, armed thugs burst into the room and took us hostage. Did they have anyone with them? They took someone into the elevator. I couldn't tell who it was. They obviously didn't want to be followed. The elevator appears to have been powered down. You're going to be okay here. We'll be fine. What about the others? We heard gunfire. They could be dead. We should go and help. Oh no, I forgot. Dr. Kellerman was in the patient observation room, and Dr. Chen went to surgery. And Dr. Young went to X-ray. Okay, stay here. I'll find the other doctors. Batman saved us. I never really believed he existed. You okay? We're safe. Batman saved us. Ja. Mindent nekem kell megcsinálni. Most orvosokat kell megmentenem. Az a helyzet, és itt mutatja. Hát először úgy... De amikor a játék megjelent, és angolul, és minden bajom volt, hogy úristen, most merre kell menni. Itt mutatja a földön. Tehát ő... menjünk a sárga felé, mert az csak egy irány, arra meg lehet menni majd két felé is. Ja, röntgenhez megyünk. Oké. Okay. Ki vagy? Ja? Na, mikor veszel észre a fólián keresztül? Na, gyere! Nem is tudom, hogy... ezek mire számítanak. Tehát itt vagyok tetőtől talpig beöltözve, így ennyi látszik ki a pofámból, már az arcomból, bocsánat. Sokan elmebetegnek hívják Batmant, és akkor így nekiállnak, és így póvárkodnak, hogy hát, ha leütnek. Ez is egy jó rész lesz, mert itt is egyszerre kell berobbantani több falat. Ha csak ezt az egyet robbantanám be, az orvos úgy szarrá lőnék, mint az állat. Csak itt van fenn egy trófeje. Tehát itt van még egy fal, amit be kell robbantani, ha megtalálnám. Ez az. Így. 3, 2, 1, bum! Öcsém, és sikít! Megjöttem, de alacsony vagy. Minden igaz! I'd been studying Joker's case for months when he broke out. The warden was very specific he wanted Joker cured. Bad publicity will affect his campaign for mayor. That'll be the least of it. I almost forgot. They said they were moving through the facility, hunting down the other doctors. Már folyamatban van a megmentésük, ne aggódj. You first, and now I'll search the other rooms. You wait here. It's dangerous out there. Az nem rejtély. Van itt valahol rejtély? Tudom, szükség van a többi orvosnak a segítségedre, és hogy sietni kell, bla bla bla. Annyira szeretem, amikor Bruce így hangosan gondolkodik. Jó, van, így szétnéztem, és csak röntgen felvételek vannak, úgyhogy mehetünk szépen tovább. És minden egyes orvos után lesz itt egy ajándékcsomag. Joker fogakkal.
Na, akkor a sárga csíkot kihúzhatjuk a listáról. Erre csak nem, nem, az nem az. Hogy lobog a köpeny? És akkor megnézzük, hogy kék vagy peros. Erre ezt viszont megnézem itt, hogy hát ha van itt valami eldugva. Van bizony. Na, menjünk tovább, és akkor jobbra vagy balra? Heci, peci, kimeheci, te vagy az a Batman. Nem akartam kimondani a csúnya szót. Csát! Így hónajon rúgom, azt lerohad a lábunk. Valami sajtós. Anyád, milyen álomrúgást kaptál? Na, szóval valamit rejtély van. Ide nem tudunk bemenni, mert tele vagyunk gázzal. Tehát oda. Ne is foglalkozzatok Jokerrel, mert úgyis elkapom és megvágom a száját, aztán majd nem fog mosolyogni. Na, már csak a poén kedvéért őt onnan ott... Miért mentettem volna meg? Ez egy picit lejjebb megy a gáz. De át tudunk így siklani. Meg így, igen. Hol a másik? Ja, a másik ott van. Harmadikat meg majd onnan. Annyira jó, hogy ilyen pontosan el tudja dobni ezeket a szarokat. Tehát én a világ másik felére dobnám el. De ő ilyen pontos, én... Ilyen... Mesterlövész. Az is egy megoldás lenne. Csak az a helyzet, hogy Joker nem fog embert ölni, mert szereti játszadozni velük. Mint egy macska olyan. Legalábbis így ebben a játékban olyan. Na szóval... Azt itt felvesszük. Hát a Dokival viszont nem tudok beszélni, úgyhogy vele nem beszélünk. Ide meg nem tud bemenni. Csak így ajtón. Szerintem ez lesz az. Tárgy ismeretlen. Anyád, össze-vissza nyomdosok minden gombat, bocsánat. Z-t akartam megnyomni, csak nem találtam. Az a zoomolok. Na szóval, ezzel megvolnánk. Most mindjárt Batman megszólal, hogy még nincsenek biztonságban az orvosok, de igen. Ezek itt. Most megint kapunk egy dobozkát. Jön a harmadik orvos. Az meg a piros csík lesz. Figyeljét, pletykák szerint, ami előtt az Arkham operál. Majd mindjárt megnézzük. És most Batman rohadt kemény lesz. Batman! Biztonságban vagy. Ez egy csapda! Persze, tudom. Just not for me. It's true. You really are the world's greatest detective. How did you do that, Bats? Tudtam. Én mindent tudok. What the hell? Get down there, boys. See if he can detect being punched in the face.
Engem senki nem fog most pofán vágni. Figyelj, no hitbe megcsinálom az egészet. Ennyi! Mondtam! No hit! Hozzám se tudta kérni, mit tömozzak, hogy kivág pofán? Senki! Don't get too full of yourself, Bats. I'm just softening you up. Think of this as a preview to the main event. You'll see. Na, kiszabadítunk innen. Én nem tudom, hogy ez milyen orvosi szék lehet, én ezt inkább valami kínzó széknek tudnám elképzelni. I tried to tell you, I couldn't speak. Relax, you're safe now. I can handle these low. Azt mondja, elbírok ezekkel a barmokkal. Na várjál. Ez lenne az. Ez is megoldva. Figyeljétek a következő kis ajándékcsomagomat. Várjál, először fejlődünk. Most már viszont a harcrendszer is rá kéne menni egy picikét. Már ezzel mit tudok csinálni? Shift bal klik és tudok majd dobni. Ó, az viszont nem rossz. És ez mi lesz majd? Majd akkor, ha odaértünk. Ott az ajándékcsomag, figyeljetek. Ebben nem Joker fog lesz. Illetve az is lesz, de inkább ilyen kis meglepi. Öt ilyen kábító támadásra kell először így megszédíteni, és csak utána lehet támadni, mert egyébként kivét minden támadást a kis szemét. Na, most akkor vissza kell menni a legelejére, teljesen vissza, onnan elindultunk. Tehát ide. Itt vannak az orvosok éppen egészséges rendbiztonságban. Igen, mindenki megvan. Van még mi? Ki gondolta, hogy van még egy probléma? My research notes are there. We can't risk Joker getting his hands on them. It's not safe, Doctor. The island's a war zone. You won't stand a chance. It's my life's work. You really don't have the authority to... I'll get her there, Batman. You ask me, it's about time for a little payback. I don't like it, but... Who called the elevator? It wasn't us. It's coming from the lower floor. Cash, take Dr. Young. Get her notes and then find somewhere safe to hold up. Everyone else, go to the observation room. Barricade yourselves in. Na, jött az erősítés. Kettő. Most komolyan... Ja, három. Ide küldtek rám három embert. Azt, hogy a Joker fogokat ott szétdobálom, az ne zavarjon senkit. Na, szóval... Szépen, ügyesen, csendben, úgy, hogy az egyik ne lássa a másikat. Meg ne fordulj, légy szíves. Így. Lent vannak. De egyet, ide feljövünk. Igen, és akkor, ezt egy picit így közelebb húzom. Igen, bocsánat, hogyha esetleg ennek hangja lett volna. Levi az Playeranusszal játszik. Hagyj játszom, majd délután én is megyek. Valahogy ide fel kéne csalogatni. Ó, nem kell, jön az magától. Mi a szarba léptél? Esélyetek sincsen ellenem. Ha én vagyok az éjszaka, az árnyékotok. Szép álmokat. Na szóval. Ezek itt kiütve, de úgy emlékszem, hogy erre is vannak ám így eldugva dolgocskák, úgyhogy meg kell néznünk. Kukucs! Nem látok ott semmit. De lesz. Úgy emlékszem, hogy itt egy trófea van. Aha.
Legkönnyebbik? Hát azt még éppen kiszúrja a szemem, ez azért el volt dugva elég rendesen. Na, hol az a lift? Itt van fent. Majd szépen apránként... Hallgatózzunk? Nem, nincsen Joker fog, nem hallom, hogy csattognának. Nem. Jó, itt nincsen sem. Ez mi volt? Ja, ez egy interjú. Innen felvettem egy interjút, de jó. Na, menjünk, liftezzünk. Most ez is jó rész lesz, egy fél pillantás. Paf, nem igaz. Mint egy macska az egérrel, mondom. Inkább elszórakozik velem. Szembe fogsz nézni a félelmeiden, minden. Ez már egy kisebb utalás. Ott jön a kis gáz. Már már köhöm. Jön az első rémálom, gyerekek. Dr. Crane. Madárijesztő. Az igen. Azért már ő is beszart egy picikét. Meg fogom emelni, kalla, mi? Nincs semmi fejtörő. Ha csak nem ez itt. Az a helyzet, hogy már nem mindegyik. Jó, ezt nem lehet berobbantani. Pedig az ott eléggé gyanús. Ja, ott tudok bebenni. Hát ott még nem megyünk be. Meg így sem. Akkor ezt itt berobbantom. Vagy ki. Na szóval. Mit keres itt egy ilyen talószék? Ki van kapcsolva az Nvidia Physics? Mit repkednek a papírok? Pedig elbírná a gép, csak annyira optimalizálatlan még a Physics. Gordon! Megyek! Tehát annyira optimalizálatlan még a Physics. Húha, ilyen csálénál a kép. Figyeljetek. Régen nem tudtam, mikor vált át Batmannek a szeme ilyen világítósra. Majd most. 3, 2, 1, most, ebben a pillanatban. Most már így világít, tehát full hallucinációban vagyunk. Tehát amit most látunk, azt nem feltétlenül kell mindent elhinni. De ki is rúghattad volna, nincs itt senki. Igen, igen. Szevasz, Gordon. Gamó van. Vagy nem? I'm sorry, Jim. I'm sorry, Jim. Barbara. Későn érkeztem. Kérem, a Shivsz után hagyjon üzenetet. Ez a rész egyébként, ha be lenne kapcsolva a Physics, ez annyira kurva jól néz neki, hogy így a csempék hullanak meg törnek. Tehát iszonyatosan durva. Csak hát ugye ki kellett kapcsolni, mert annyira megfogja még a 1070-et is. Egyedül az Arkham Knight-ba csinálták meg jól a Physics-et, az úgy nem terheli a gépet. Egyébként ezt elkúrtam, mert ahogy bejöttem az ajtón, rögtön ki kellett volna menni innen. Na lehet fogadni, kik vannak a zsákokban. Először Apuci? Apuci. Mi? Volt vagy 8 éves, vagy 9.
Jó, mondjuk szegény Batman. Mami? És sose találjátok, hogy ki van a harmadik zsákban. Hát én! Annyira előttem van amúgy ez az egész. Itt is így repkednének a tégladarabok, a papír fesztik meg minden, de nem. Ez így annyira előttem van így, még a 9500G-t is korszakomban. Úristen, volt egy magányos szilveszterem. És szilveszter este végig játszottam az egész játékot. Ja, várjál, rossz gomb. Csá, Batman. Most itt lehet, hogy párszor el fog kapni majd a Scarecrow. Jó, oké. Szegény kicsi denevé, most az én világomban vagy. Jó, a retinámat kiégeted, de ne zavarjon. El kell kerülni a fényeket. Tehát ugye nem szabad, hogy szem előtt legyünk. Itt még van időnk átszaladni, úgy gondolom. Itt megbújunk. És igen, így néha átváltozunk így a madár ijesztővé. Annyira adja ez a rész. Most figyeljetek, ez jó buli lesz. Futás! Azaz, keresgélt, hogy hol vagyok, én addig ide felszaladok, és így megvilágítalak. Nézd csak ezzel, hopp! No! Legyőztük a mérgét neki. Fogadjunk, hogy ez lesz az. Scarecrow slowed me down. I'll get back to you in a bit. Na, ez a fejtörő is kész. Volt valaki olyan kedves, és így felfestette nekem, hogy merre kell menni. Mintha nem tudnám magamtól. Na most figyeljetek. Nem Gordon volt. Na most figyeljetek. Na gyertek! Gyertek már! Kicsit megszédültetek, nem? Anyád, akkorát rávágtam, hogy 5 méterre elrepült. Ennyit értetek. Azt mondja, hogy erre kell jönni. Na majd én azt eldöntöm, jó? Tehát ha arra kell menni, én akkor elnézek az ellenkező irányba, mert tuti, hogy találok valamit. Aha, a nagy semmit. Tehát ez hülye döntés volt. Ez egy hülye ötlet volt, hogy jöjjek el az ellenkező irányba, mert úgyis találok valamit. Hát nem! Na szóval... Hátok, ezzel játszik kicsi korra óta. Ja, ez kérdés. Ez egy maci lesz. Meg itt a térkép a rejtélyekhez. Ó. Oh. Na, most kell Gordot megmenteni Harley-tól.
Azt hiszem, ez most megint ilyen überlopakodós rész lesz. Igen, ez lopakodós rész lesz. Tehát meg kell mentenem úgy Gordont, hogy ne vegyenek észre. Az menni fog, mert kb. 3, max. 4 embert kell leütnöm addig. Ezt szépen csendesen így kiszedjük. Itt az előző, vagy az első áldozatunk, igen. Itt van még egy, és ott a harmadik. A fasz, bocsánat. Itt a harmadik, és jól emlékeztem, hogy akkor, hogy négyen vannak. Na. És ott megy le majd mindjárt a következő áldozatunk. Ennyi, tehát ez se volt egy hú de nehéz, csak tudni kell, milyen sorrendbe kell menni, és lopakodni kell. Viszont itt lesz egy jó barátunk, ott van felkötve. Izgalmas lesz, és az is még ebben a részben lesz benne. Jaj, de jó! Három, kettő, egy. Pápá. Leterítettelek. Erotikusan nem igaz. Nem vagyunk, valami van odalent. Én viszont nagyon jól tudom, hogy mi van ott. Ja, az a meglepetés. Ó. Igen, ez egy rohadt jó kis meglepi lesz. De annyira adja magát ez a játék, tehát olyan jól néz ki, meg az egész hangulat olyan jó. Az nem gond, inkább tipli van, nagyon gyorsan. Bane barátunk itt van. Nem, itt van. Na, szerinted ki volt? Bezöldült a szemem, mint a Hulknak. Hú-hú! Azaz megindult elég szépen. Azt hiszed, azzal érsz valamit? Jó, én itt meghaltam volna, átszaggatnak velem egy téglafalat. És visszaépült a fal! Ez tud valamit. Ugorj el! Anyád milyen pofont levert? Na várjál. Ezt csak így el kell vakítani. És nagy az élet magától. Ja így, oké, már elfelejtettem, hogy kell megölni. Már bocsánat, kiütni, mert nem megölni. A Batman nem öl. Ugye ezt mindenki tudja. Ja most már jönnek a srácok is, jó van, annyi baj legyen. Kösz már! Pont kérni akartam, hogy dobjál hozzám egy oszlopot. Na ezt még egyszer eljátsszuk vele, és akkor káó. Ez fájni fog.
break you this time, Batman! Is he okay? Hoppá, figyeld! Hopp, hogy elugrottam előled, láttad? Azt se tudod, hogy hol vagyok. De el akartam ugrani, hello! Ugorj most, így! Hoppá! Hello, Bane, ennyi voltál! Pápá, Bane! Most megint bibis lett a ruhánk, majd figyeljétek. És azt hiszem a köpenyünk szakadt el elég rendesen. Meg fáj a bizepsze. Ó, persze, nagyon jó. Örülj neki, hogy nem törtem le most a kezedet. De te hogy jutottál ki? Ja, csak már öreg vagy. De ezt mondjátok már meg nekem! Ez egy jövőlátó! Tehát honnan tudta, hogy Bane ki fog törni, és honnan tudta, hogy a Batmobilnak jönnie kell, hogy beküldje oda a vízbe? Ő látja a jövőt. Ettől függetlenül kurva jó a játék. Bozorkány. Ó, értem. Oracle, go through the city's computers. Pull up all you can find on Dr. Young. I'll go through anything you find once I get to the cave. A bat cave on Arkham Island? I built it years ago. It's best to plan ahead for situations like this. How'd you manage to keep this a secret? It's me, remember? So do you think Dr. Young's been experimenting with Venom? The same chemical that turns Bane into that animal? Yes, I'm worried. Bane seemed even more powerful than usual. Joker wants the Venom, and that can only be trouble. I'm heading to Dead Man's Point in Arkham North. I'll contact you once I'm in the Batcave. Na, fejlesztünk. Shift és jobb gomb. Oké. Okay. Menjünk tovább, mert meg kell keresnünk a barlangunkat. Ami most kell a térkép halatabb. Jobbra kell mennünk. Mert nem ennyire jobbra, de erre jobbra. Megkeresem én azt a barlangot. Ó, szevasztok népek! Figyeld, csak ennyi. Na, megyünk tovább. Jó felé jövünk. Előileg. Előileg jó felé jövünk. 1060, az egy videókártya, és pont annyi ponton van. Bár mondjuk... Jó, bár mondjuk nekem 1070 van, ugye? Miért nem annyi pontot gyűjtöttem össze? Akkor nem erre kell jönni, hanem arra felfelé. Hú, ez a zene, ez kurva jó, ettől idegráz.
Itt a denevér! Nézd csak, hopp! Ja, hogy ez a leterítés, hogy egy teljes káó. A rohadt anyádat. Így a végére kellett pont bekapnom egy ütést, hát ezt nem hiszem el. Na, viszont erre kell menni most, mert ez tuti, ez 100%. Ott egy Joker fog. Ott van még egy. Egy harmadik is. Ez záró van. I once saved an unfortunate inmate from leaping off into the rocks below. I found a cave entrance and over the years have moved a number of supplies here. It's a regular home away from home. Ott is van pár emberke. Meg itt egy Rébusz trófea. Meg itt aztán van bent valami cucc. Yep. Jól emlékeztem. Na szóval. Hova is megyünk? Itt vagyunk és el kell mennünk arra. Titeket még leverünk. Csá. Ne! Pont elhajoltam! Azt a rohadt! Mekkora Jedi erőm van! Itt el kell mennünk jobbra! Ja igen, 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 most már emlékszem, hogy merre kell menni. Ott fent van trófea? Nem, itt nincs trófea. De majd lesz. Ezt beszkenneljük szépen, így. Gecit, mert nem tudsz felmászni, csákjázni kell. Innen fogom majd folytatni, srácok, ezt még megvárom, míg végig megy, utána elköszönök tőletek. Hát nem, most köszönök el tőletek, aki akarja, olvassa. Tehát akinek esetleg tetszett, már pedig miért ne tetszett volna ez a rész, nyomjon rá egy lájkot. Ezzel én nekem ez nagyon fontos. Aki még esetleg nem tette volna meg, iratkozzon fel a csatornára, mert ezzel is támogatjátok a munkámat. És hogyha szeretnétek értesítést kapni a friss feltöltésekről, akkor kis csengőrést nyomjatok rá. Én Pisti voltam, ő Bruce Wayne, akarom mondani Batman, és a következő részben találkozunk. Sziasztok!